persze. Tehát én fogom akkor gyakorlatilag hangosan mondani a minden 50-nél, ugye? Megértettem, tehát van egy számláló is, sőt, a közönség tapsal és bíztathatja, mert hogy 555-öt ugrani egy keréken nem kis teljesítmény. Gábor többszörösen elmondta, hogy ez nem csak mentál, tehát nem csak fizikailag, de mentálisan is igen-igen megerőltető tud lenni. Lévén egy adott számú ugrás után bizony már komoly izomfájdalmak jelentkeznek. Gondolom, hogy a gerincnek is igen-igen megterhelő. Ez én jól mondom. Na szóval, Gábor, hogy állunk? Készen állunk? A 25. Szent György napi rendezvénysorozat egyik érdekessége, Orbán Barra Gábor rekord kísérlete. 496 ugrás kellene, hogy megdöntsük a jelenlegi 495 rekordot, és legalább egy évvel keresztül Sepsi Szent György tudhassa magáénak az egykeréken ugrálás világ rekordját. Ha készen állnak az urak, a tanulók, akkor szerintem gyakorlatilag kezdhetjük is. Száz. Kétszáz. Ötven. Háromszáz. Trej szuter. Trej szuter csinzec. Gábor, megvan a 400. 496 ugrás kell ahhoz, hogy a jelenlegi 495-ös rekordot megdöntsük. Világrekordról van szó. Túl vagyunk a 450-en. Ne felejtjük, hogy a kitűzött cél 555.
Și aproape am ajuns la... 500! Îți am stis! Îți am spus! Îți am sormit! Ötszázhatvanegy, 561 de szeritor. Sepsi Szent Györgyi az új világrekord, Orbán Marra Gábor, gratulálom. Most ha csak annyi kell, hogy a Guinness rekord is ezt a rekordot figyelemben vagy a dokumentálja is elfogadja. Tehát az 555 éves városi rangú Sepsi Szent György tiszteletére legalább 555-ször, egészen pontosan 561-szer sikerült Gábornak egy keréken ugrálni. Gratulálunk, megvan az új világrekord. És ez is a Sepsi Szent Györgyé. 25 éves jubileumi Sepsi Szent Györgyi napok alkalmából Gábor rekordot döntött. Szentu Györgyi are un nou rekord. 561 de szeritúj. Mesélj! Hello! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek. Tényleg itt most az utolsóknál, aki ordibált, annak még nagyobban, még jobban köszönöm, mert tényleg nagyon számított. Mondanám, hogy meséljen még, de hagyjuk, hogy vegyen levegőt, jusson szóhoz és pihenje ki magát. No, hát azért ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, a polgármester úr. Azt hiszem, hogy városlapunk 25. évfordulóján büszkék lehetünk arra, hogy a Guinness rekordok könyvébe bekerültünk. Gábor, gratulálunk, megvolt, ügyes voltál, szép volt. Gabi, felicitálunk a dată, szuper rekord, szuper szerintistaképp a tot mai sus. Az lesz a legszebb, hogyha a város 561. megemlítésén egy újabb rekord születik. Bízunk benne, hogy megérjük mindannyian. Na, szóhoz jutsz? Igen, hát jó lenne az 561-nél is, csak ilyen könnyen menne, de gondolom, hogy az mennyi idő, 6 év múlva, hogyha így folytatjuk, akkor már ezreken felül kell ugrani, úgyhogy nem tudom. Azt hittem, azt mondta, hogy legalább 1000 évet kell éljünk, de az sem lenne rossz, ugye? Ezt százas is megtenném. Egyébként ez annyira terheli meg az embernek az ízületeit? Hát de ez nagyon megterhelt most. Hát tényleg még most sem tudok szorítani. Nem tudom, az alpolgármester úr szerintem éreztem, mikor lekezeltem vele, hogy ha itt tudom felemelni odáig a kezem, nem, hogy meg megszorítsam. Akkor én arra biztatom az embereket, hogy aki szeretne neked gratulálni és szeretné, hogy ne legyen rosszul, hívjon meg egy sörre. 5-6 ember biztos lesz a tömegben. Így van, most már lehet inni. Hölgyeim és uraim, tehát megvan Sepsi Szent Györgynek az új rekord. Igen, ott a 450 körül éreztem, hogy valamikor lesz, de aztán túl hát nem tudom, itt az emberek kiabáltak, meg ordibáltak. Az nagyon-nagyon segített. Hát össze kell állítani a tanúknak a jegyzőkönyveit, videókat, képeket, el kell küldeni a Guinnessnek, és akkor remélhetőleg két hónap múlva majd homologálni lesz. Készülsz még esetleg van? Hát most egyelőre, nincs. Egyelőre most úgy kezdik lassan a versenyszezon. Meg vannak fellépések, meg van ugye egy televíziós műsor is, hogy most egy kicsit össze van gyűlöve.